Jó estét kívánok, köszöntöm kedves nézőinket. Elnézésüket szeretnénk kérni itt a technikai problémák felmerülése kapcsán. Ez egy igazán spontán helyzet volt számunkra is, és semmi, nem is tudom, mire lehetne relevánsabban reagálni úgy a karanténos élethelyzetek kapcsán, mint egy internet kimaradásra. Viszont mindenképpen köszönjük türelmüket, hogy végigvárták a késedelmes kezdésünket, és szeretettel köszöntünk mindenkit a FIT program szervezésében megvalósuló Szülők Akadémiája rendezvényünk első online formátumában. És köszöntöm Kozma Bízkeleti Dániel, aki a mai este folyamán vendégünként közreműködik Karantén a minden és túl című beszélgetésünkben, mely folyamán családi élethelyzetek kapcsán igyekszünk tízisekre, de leginkább megoldásokra javaslatokat adni majd Önök számára. Szervusz, Edina! Üdvözlöm a kedves nézőket! Remélem, hogy sikerült eredményesen kihasználni ezt a kis csúszásidőt, közben félig elkészülhetett a paprikás krumpli, vagy a gyermek is már félig meg van fürdetve, és annál nagyobb érdeklődéssel tudnak itt jelen lenni. Mi nagy szeretettel készültünk erre az estére, és örülünk, hogy megvalósul. Így van. Mielőtt belevágnánk a fő témakörünkbe, én nagyon röviden engedjék meg, hogy a programokról szóljak pár szót, az NCC Fiatal Tehetség programjáról, amely 2015 őszében indult el a Matthias Corvinus Kollégium tehetséggondozó tevékenységében, és immár 22 városban lesz elérhető 2021. szeptemberétől. Tehát augusztus 30-áig várunk majd minden lelkes ősszel 5. osztályba lépő kisdiák jelentkezését, 7 erdélyi városban, Kárpátalján, és 14 magyarországi városban is. Nagyon röviden a programunkról, hogy miről is szól ez. Mi az iskolát kiegészítő, a hagyományos oktatást kiegészítő tehetséggondozó program vagyunk, melynek a lényege, hogy a gyerekeknek gyakorlatorientált, kézzel kipróbálható és élményszerű oktatáson keresztül szélesítsük az ismereteiket, saját érdeklődési körüket is segítsük, a pályaválasztásban segítsük őket. Ennek keretében megismerkedhetnek például akár az újraélesztéssel, az egészségügyi tudatosság kurzusunkon, vagy akár pénzügyi ismeretekkel is találkoznak saját korosztályokhoz illeszkedő módon, illetve a környezetvédelem sem maradhat el palettánkból a kurzus kínálatunkban. Igyekszünk mindenféle művészeti területtől a műszaki területeken át megismertetni gyerekeinket ezekkel a lehetőségekkel. Szeretnék át is kapcsolódni a ma esti témákra, úgyhogy ha megengedik, én át is adnám a szót Kozma Bízkeleti Dánielnek. Nagyon szépen köszönöm, Edina, és örülök, hogy a FIT program kapcsán van lehetőségünk beszélgetni. Hát szóval, hogy most a korlátozások oldásával, a lassulán, de olyannyira vágyott nyitással, aztán az is feladatunk, hogy levonjuk a tanulságokat, végig tekintsük, hogy ez az elmúlt bő egy év, 14 hónap mire tanított meg bennünket? Mik voltak a jó gyakorlatok családokban, iskolában, közösségekben, munkahelyeken? És mitől segít, mi az, ami segített átvészelni a nehézségeket? És hát tényleg annyira szép példa, hogy adott esetben a otthonról való munkavégzés, minden rákészülünk, minden tökéletesen előkészítünk, és akkor megy el az internet, vagy a gyermek éppen akkor talál ki valamit, vagy leönt bennünket joghurttal, amikor élő adásban vagyunk. Szóval, hogy ez így nagyon életszagú. Mi a pszichológiában is mindig azt szoktuk mondani, hogy akkor hiteles valami, amiről beszélünk, meg ahogyan beszélünk, az összhangban van. Azt hiszem, hogy most eléggé összhangba kerültünk. A nehézségekről nem kevés nehézség árán tudunk együtt találkozni. Legyen így. Én nekem olyan kérdésem lenne az első gondolataim között, hogy ugye a családi élethelyzetekben gondolkodva, hogy látod, mik a tapasztalatok, hogy ugye a szerepek, az általános családi szerepek hogyan tudtak megmaradni, akár hogyha így nő, férfi, vagy anyuka, gyermekek szintjén tekintjük, tehát az általános működés a családban és annak a minőségi fenntartása ebben a helyzetben hogyan alakulhat? Egy olyan helyzetet éltünk meg az elmúlt 14 hónapban, amire semmikünk nem volt fölkészítve. Hasonló az élet minden területét átható
korlátozás és változások 1958 óta nem voltak hazánkban, akkor ugye a forradalomat követő megtorlások kapcsán volt kijárási tilalom hazánkban, szóval, hogy ilyet nem éltünk meg, vagy akik esetleg megéltek gyermekként, ők már a legidősebb korosztályból kerülnek ki, ugye a szüleim kamaszok voltak 56-ban. Szóval nekik lehet tapasztalatuk arról, hogy adott esetben egy-egy ilyen élethelyzet mit hoz. És hát mivel minden szempontból újdonság volt, senkinek nem volt kész forgatókönyve. A családok általában jól eligazodnak olyan élethelyzetekben, amire van forgatókönyv. Tudjuk, mit kell tenni, amikor a gyerek először elhány a falig, aztán amikor kamaszként először jön haza egy picit más állapotban, mint ahogy eltávozott otthonról, vagy amikor hármast hoz matekból, vagy amikor éppen lelkendezve hazajön, hogy a FIT programon valami fantasztikus dologban vett részt, ezekre a helyzetekre van forgatókönyvünk. Tudjuk, mit kell tenni, és ez magabiztossá tesz bennünket. Most senki nem tudta, mit kell tenni, senkinek nem volt forgatókönyve. Így minden családnak a rugalmassága, volt szüksége. A rugalmasság nem csak tornász családokban fontos érték, hanem most mindannyian elő kellett vegyük a rugalmasságunkat, és megpróbálni kialakítani, hogy mi hogyan fogunk épésszel megmaradni. És a jó gyakorlatok, amiket a klienseim, a kollégákkal folytatott beszélgetések, vagy akár a saját tapasztalataimból le tudok szűrni, hogy nagyon sok család nagyon találékonnyá vált a nehézségek nyomására. Szóval, hogy a pillanatnyi döbbenet, vagy a hirtelen bekövetkező korlátozások után nagyon sokan kitaláltak egy újfajta működésmódot, és hogyha a családi szereposztásra kérdeztél rá, az anyukák általában elégedetten számolnak be arról, hogy az apukák növekvő mértékben bevonhatóak lettek az otthoni feladatokba, mivel otthon voltak, nem mondhatták azt, hogy bocsika, én este 8-ra érek haza, mert 7:30-ig még egy élő Facebook beszélgetésben veszek részt, úgyhogy 8-ig rám ne számíts, de az is csúszik, úgyhogy majd csak fél 9. Szóval ezt nem mondhattuk, mert mindannyian otthonról dolgoztunk. Úgyhogy növekvő mértékben bevonódott mindenki, tehát kiegyensúlyozottabbá vált az otthoni szereposztás. Ugyanakkor fölértékelődött az, hogy mindenkinek lehessen napi szusszanásnyi élideje. Ez adott esetben az életet jelentette mindannyiunk számára, mentálhigién és védőfunkciót töltött az be, hogy minden családtagnak legyen lehetősége napi néhány percet szusszanni, visszavonulni. Azt is megtanultuk azt a karanténban, hogy ehhez nem szükséges, hogy palotában éljünk, és mindenkinek legyen egy saját lakosztálya. Néha az is elég, hogy anyu beül a kedvenc foteljébe, és ezt mindenki respektálja. Most anyu kezébe vette a nőklapját, és olvas, akkor most nem zavargatjuk. Most van pár perc kegyelmi állapot. És hogy ezt a családtagok kölcsönösen egymás számára tudják lehetővé tenni. Most lett napnál világosabb az a lélektani szlogen vagy érték, hogy a kölcsönösség legitimálja a kapcsolatokat. Abszolút. Az biztos, hogy mindenkinek egy jó kis személyiségfejlődési lehetőség is ez a karantén időszak. És hogyha picit a bezártság oldaláról tekintünk rá, mit gondolsz arról, hogy mennyire van arra esély, hogy akár hosszú távon befelé fordulóvá váljanak az emberek azáltal, hogy most egy ilyen szürkébb, borúsabb időszakot kell megéljenek, vagy kihívással esetleg? Azt hiszem, hogy most a nyitásoknál megtapasztaljuk, hogy ettől nem kell tartanunk. Nem ettől kell tartanunk. Mert hogy ahogy van lehetőség mozdulni, utazni, sportolni, kiszabadulni, és eddig is minden alkalmat igyekeztünk megragadni, hogy ezt kihasználjuk. Úgyhogy ambivalens egyébként ez az egész bezártság kérdés. Békeidőben, a korlátozások előtt sokan ábrándoztunk arról, hogy de jó lenne, ha nagyobb tere lenne az otthoni munkának. Egy csomó cikk szólt arról, hogy miért nem vezetik be itthon is ezt, nyugaton már ez működik. Hát biztos tudják a kedves nézők, ez egy ősi toposz, hogy a szomszéd sírján mindig zöldebb a fű. Nyugaton minden jó, ott már van home office, nálunk is legyen, hát most lett. Meg vágyott állapotként írtuk azt le, hogy de jó lenne minél több időt csak otthon, csak a családdal tölteni.
jaj, de jó lenne, hogyha csak így, egyet nem kéne menni sehova, na tessék, itt van. És azt hiszem, hogy arra tanított meg bennünket ez a helyzet, a nagyon sok nehézség és nagyon sok megterhelődés mellett, hogy hát szóval, hogy ez nem fenékig telj fel. És az összezártság, amit nem mi döntöttünk el, azt hiszem ez volt a legnehezebb része, ez a kontrollvesztés, hogy nem mi döntöttünk úgy, hogy most otthon maradunk csak a családdal, hanem egyszer csak jött egy határozat, amire az életünk megóvása miatt volt szükség, hogy akkor most nem lehet nicht ugri, bugri, nur langsam spazieren, tehát nem lehet jönni, menni, hanem maradj otthon. Szóval a befelé fordulás, illetve ez a bezártságérzés, azt hiszem pont arra tanított meg, hogy megbecsüljük, amikor lehet menni, amikor lehet kirándulni, amikor lehet utazni. Én a város szélén lakom, erdő mellett, és azt tapasztalom, hogy korábban meg nem tapasztalt mértékben elárasztották az emberek a parkokat, és az első napsütés legkisebb jelére tömegek áramlanak mindenféle erdőbe, természetbe, patak mellé, amire egyébként elkötelezett természetjáróként nagyon jó látni, hogy így nem kell elutazni a Járda-szigetekre vagy a Langerhans-szigetekre, hanem idehaza gyönyörű tájaink vannak, fantasztikus feltöltődés kínáló helyszínek, és hogy ezeket keressük meg. Úgyhogy én a befelé fordulástól kevésbé félek, az azonban biztos, hogy ennek a kontrollvesztésnek és szorongásnak, amit megéltünk az elmúlt időszakban, ennek lesznek hosszú távú hatásai. De hát azt ígértük a kedves nézőknek, hogy ma este nem riogatni fogjuk őket, hogy mennyire megnövekednek a mentális problémák, hanem a jó gyakorlatokat igyekszünk összegyűjteni, és azt hiszem a kimozdulás az egyik legjobb jó gyakorlat. Igen, illetve én a jó gyakorlatok terén szívesen osztanék meg olyan tanácsokat a szülőkkel, hogy sokaktól hallottam azt az aggályt, hogy hogyan oktassam én a gyermekemet otthon, hiszen nem vagyok pedagógus, hiszen nem rendelkezem azzal a módszertannal, stratégiával, bármivel is, amivel a lehető leghatékonyabban lehet a gyermekeknek ugye az otthoni tanulásban segítséget nyújtani. És hogy te hogy látod ezt egyrészt ugye pedagógusként, pszichológus szakemberként, hogy egy hétköznapi embernek mi lehet segítségére abban, hogy a gyerek közben ne álljon meg a tanulmányai fejlődésében, folytatásában? Ez is nagyon ambivalens, mert a matematika tanítás módszertanához korábban mindenki értett. A szülői értekezleteken gyakran igyekeztünk elmagyarázni a pedagógus kollégának, hogy nem jól tanítja a másodfokú egyenlet megoldó képletét. Most, amikor ránk hárult ez a feladat, aztán, hogy megtapasztaltuk, hogy ups, ez nem is annyira egyszerű. Szóval, hogy nagyon kettős, ambivalens, azt hiszem, hogy sok önreflexióra tanít meg bennünket ez a bekorlátozottság. És tényleg talán a szerepek letisztázása az, ami egy hozadék lehet. Hogy szülőként nem dolgom, hogy pedagógus legyek, pedagógusként nem dolgom, hogy szülő legyek. Hogy az értékek átadása és a példaadás az a családban a legszerencsésebb, ha történik. Az iskola pedig túl azon, hogy közösséget jelent a gyermek számára, egy ismeretátadó fellegvár és egy készségfejlesztő fellegvár, és nem szerencsés a keveredik, mert nem vagyunk járatosak. Pedagógusként vállalhatunk felelősséget a gyermekekért, de nem leszünk a szülőjük. Szülőhöz hasonló mintákat adhatunk nekik, ha mi visszaemlékszünk saját életutunkra, hogy adott esetben egy karizmatikus pedagógus esetleg olyan meghatározó mintát képviselhet, mint a szüleink vagy a családunk tagjai. Én például fölidézek egy saját példát, a iskolai testnevelés tanárom, akit ráadásul pont ugyanúgy hívtak, mint édesapámat, vagy hívnak, mind a ketten közöttünk vannak szerencsére, és milyen meghatározó volt az a minta, amit ő nekünk közvetített. És hogy azt hiszem, hogy most ez például egy jó lehetőség, hogy szülőként merjük betölteni a szülőszerepet, most rám voltunk kényszerítve, hogy tanár szerepe is kerüljünk, megtapasztaltuk a korlátainkat. Azt hiszem, hogy a korlátok átélése és az ezzel való élés az inkább egy lehetőség, hogyha
nem csak a panaszkodással, vagy a dörmögéssel használjuk ezt föl, hogy hogy tanítsam én a gyereket, hát ugye erre nem tanítottak meg. A szülőségre sem úgy tanítottak meg, hogy fölkészítettek bennünket 5 év egyetem alatt, hogy hogy kell szülőnek lenni, de mindannyiunknak vannak mintái, hogy a mi szülőink hogyan törődtek velünk. Így a saját mintákhoz való visszanyúlása, saját történetek felelevenítése gyakran nagyon sokat segít. Ugye családpszichoterapeutaként családokkal dolgozom, és ott általában, amikor belefutunk egy nehézségbe, akkor az egyik jó gyakorlat, ha lemerjük tenni a önvédelmi maszkjainkat, és bemerjük vállalni, hogy én most küzdök a kamasz gyerekemmel, milyen volt az, amikor velem küzdöttek a szüleim kamaszként? Milyen saját példáim és mintáim vannak? Nem biztos, hogy ugyanúgy szükséges csinálnom, de ha van egy személyes tapasztalatom arról, hogy velem is az én viszonylag jól alakult, az biztatás lehet a tekintetben, hogy talán én is képes leszek rá. Persze minden generáció elmeséli, hogy neki a legnehezebb, stb. A mi szüleink is elmondják, hogy bezzeg az én időmben, ugye ez az ősi tokoz. Azonban, ha merünk bátrak lenni és azt mondani, hogy láttam már ilyet, mert ahogy a gyerekem most kéreckedik el, hogy elmessen valóvá, én meg kiugrottam az ablakon, hogy megszökhessek a iskola bálba. Szóval, hogy a tapasztalatok levonásának az egyik útja, hogyha felelevenítjük a saját történeteinket, vagy a családunkban jelenlevő korábbi történeteket. A nagyszüleink hogyan próbálták a szüleinket igazgatni akkor, amikor ebben az életszakaszban voltak, hogy nekik milyen példáik vannak tanulásról, nem tanulásról, helytállásról és rógásról, eredményről és teljesítményről és nehézségekről és elakadásokról. Tehát mondhatjuk következtetésképpen, hogy itt az önreflexiónak, illetve az erre való készségnek igencsak felértékelődik a jelentőség ebben a helyzetben. Hál' Istennek egyébként nekem is voltak ilyen karizmatikus mentoraim, méghozzá pont abban az időszakban csatlakoztam én például egy olyan közösségbe, 10-14 éves koromban, illetve 10 éves koromban, ahogyan ugye a fiatal tehetségprogramba is belépnek a diákok, és pont ebben az életszakaszban sikerült megfosztolnom egy ilyen vezetést. És egy nagyon klassz közösséget, ami meghatározó. És hogyha a 10-14 éves korosztályról gondolkodunk, ugye most nem a szülők, hanem a gyerekek fejével picit. Nekik most egyrészt ugye előrébb tolódott szintén az, hogy tudatosabbak legyenek már gyerekként is a saját időbeosztásukban, feladatoknak a menedzsmentjében. És most, hogy vissza kell csöppenni ugye a jelenléti oktatásba, az iskolába, milyen nehézségekkel küzdhetnek meg esetleg szintén a közösségbe való visszailleszkedést illetően a tanulás kapcsán is? A kiskamasz korosztály, akik a FIT programban részt vesznek, nagyon komoly veszteségeket könyvelhet el a bekorlátozottság kapcsán, hiszen másfél év kimaradt nekik, pont akkor, amikor a kortárs kapcsolatok válnak a legfontosabbá. Ez persze lehet, hogy szülőként, meg pedagógusként nehéz hallani, de ilyenkor tényleg sokkal fontosabb, hogy a haverok mit szólnak, hogy az osztálytársak mit szólnak, és hogy a választott példaképek mit szólnak valamihez, vagy milyen értékeket közvetítenek. Ez egyben fölértékeli a példakép személyeknek a súlyát, ahogy te is mondtad, ez lehet egy karizmatikus pedagógus, ugyanúgy, mint valaki fontos családi személy. És az, hogy most visszahallunk a munkába, visszamegyünk az iskolába, másfél év kihagyás után ez majdnem olyan, hogy egy ilyen erős metaforát használják, mint hogyha másfél évig börtönbe lettünk volna, és egyszer csak kiszabadulunk, és jé, süt a nap, és nincsenek rácsok, és újra kell tanulnunk élni. Azt hiszem, hogy most az iskolába járást is újra kell tanulniuk a fiataloknak, a kölyköknek. Nekünk pedig újra kell tanulnunk, hogy milyen személyesen bejárni, dolgozni, személyesen ücsörögni az értekezleten, amikor nem rakhatok ki egy ilyen kamu hátteret magam mögé a Zoom értekezleten, hogy ne lássák, hogy a kertben ülök, és nem a könyvespolc előtt. Szóval mindannyiunknak újra kell ezt most tanulni.
Ezért ne lepődjünk meg, hogy lesznek szökkenők. A gyermekeiktől se várjuk azt, hogy azonnal így kötsz, bementek, és akkor bementek hétfőn, és kedden már minden úgy, mintha mi se történt volna. Nem. Azt hiszem, hogy néhány hét, de lehet, hogy néhány hónap is eltelik, amire vissza fogunk állni. És abban is nagyon bízom, hogy nem ugyanoda csöppenünk vissza, ahonnan elindultunk. A bezártság, a korlátozottság talán pont arra tanít meg bennünket, hogy mennyire fenntarthatatlan életmódunk volt, mennyire túlpörgettük az életünk tempóját. Most, hogy volt időnk átgondolni bizonyos kérdéseket, meg az értékeinket, hogy értékalapú döntéseket hozhassunk, és a gyermekeinket is erre tanítsuk. Most azt hiszem, hogy feladatunk, hogy egy új egyensúlyt hozzunk létre. Mert megtanultuk, hogy mennyire fontos a személyes kapcsolat, megtanultuk, hogy mennyire fontos kimenni a szabadba. Nagyon remélem, hogy ezeket a tapasztalatokat megőrizve fogunk visszaállni az iskolába, a munkahelyre és a hétköznapi életben. Igen, és ebben a visszaállási folyamatban egy támpont lehet a családi életekben azoknak a rutinoknak a megtartása, hogy mondjuk éppen ami egyébként ebben a rohanó világban már manapság háttérbe szorult, hogy üljünk le este egy közös vacsorát elfogyasztani, megbeszélni, hogy kinek milyen nehézsége volt akár aznap az iskolában, a visszailleszkedésben, vagy akár a munka során. Tehát abszolút visszatérnek ezek a jelenségek. Nagyon egyetértek veled. Családterápiás közhely, vagy ilyen szlogen, hogy a családi kapcsolatok az együtt elköltött vacsorákkal egyenesen arányosak. Szóval, hogy arra tanított meg a hivatásom, hogy ha bármit tehetünk, de ne játsszuk el, hogy meglepődünk a következményein. Ha lemondunk arról a lehetőségről, hogy együtt tegyünk, előbb-utóbb mással fogunk közösen csinálni. Ezért tényleg fontos, hogy teremtsük meg azokat az alkalmakat, hangsúlyozott és tudatos erőfeszítéssel, szóval ez nem megy magától, ahol minden nap egy picit összejön a család, és ahol kreatív módon fel tudjuk csinálni saját érdeklődésünket egymás iránt, ahol túl tudunk lendülni a közhelyes kérdésem, hogy kicsikém, mi volt ma az iskolában? Képzeljük el, hogyha hazaérkezvén a párunk minden nap megkérdezni, drága, mi volt ma az NCC-ben? Hát, azt mondja, hogy a harmadik napon már kevésbé lelkesülten válaszolnánk neki, bármennyire is kedveljük a közös munkáinket. Szóval, hogy merjünk kreatívak lenni, merjünk az érdeklődésünket felcsiholni. A vacsorai beszélgetést együtt tudjuk érdekessé tenni, és a személyes példaadásnál jobbat nem ismerek. Ha azt szeretném, hogy a gyerekem olvasson, akkor mutassam meg neki, hogy nekem miért jó, hogy olvasok. Ha azt szeretném, hogy a gyermekem mozogjon, akkor menjek el futni. És utána számoljak be róla, hogy te öreg, olyan klassz volt, hallod. Ha azt szeretném, hogy beszélgessünk, akkor beszélgessek vele, akkor kérdezzem meg, hogy te milyen élményeid voltak, ha hallottál valami izgalmasat, mi foglalkoztat, mi volt a legjobb dolog, amit ismerkedtél esetleg meg valakivel. Szóval, hogy azt hiszem, hogy másfél évvel ezelőtt az egyik nagy hazai pszichológiai oldal összegyűjtött 80-valahány kérdést szülőknek, amit föltehetnek ahelyett, hogy mi volt ma az iskolában. Ezt kapaszkodónak felhasználhatjuk, de írhatunk saját 80 kiváló kérdést, amivel a gyermekünk felé fordulhatunk. Azt hiszem, hogy ez egy másik izgalmas kérdésre vezet át bennünket, ami talán túlmutat a mostani beszélgetésünk keretein, de ez arra vonatkozik, hogy ha azt hiszük, hogy a gyermek élete az egyenlő az iskolával, az olyan, mintha úgy tekintenénk, hogy a saját életünk az egyenlő a munkahelyünkkel. És bármennyire is az önmegvalósítás tere a hivatásunk, van más fontos életterület is. Például a FIT program korosztályának 10-14 éves korig érdemes elsajátítani, hogy hogyan utaznak önállóan, hogyan jutnak el valahova, hogyan viszonyulnak a testvéreikhez, hogyan kötnek barátságokat, hogyan lesznek szerelmek.
képesek. Ezek ugyanolyan fontos életterületek, mint hogy megtanulják, hogy a lelki és a fizikai táj hogyan reflektál egymásra József Attila költészetében. Közben érkeznek a kérdések, és bíztatjuk is a kedves nézőket, hogy merjenek hozzánk kérdésekkel fordulni, hát ha nem tudunk rá válaszolni, és akkor elkönyvelhetik, hogy jaj, ez a pasi is csak löki itt a nagy lazadumákat, de igazából nem ért semmihez. Igen, éppen erre szerettem volna ráerősíteni, hogy itt a technikai malőrök okán nem hangsúlyoztuk ki eléggé, hogy sok szeretettel várunk mindenféle kérdést, mert még van egy kis időnk, hogy ezekre választ tudjunk adni, úgyhogy ameddig rátérünk mi itt a következő témára, bátran írjanak, mert még lesz lehetőség válaszolnunk ezekre. Én nekem egy olyan kérdés fordult még meg a fejemben, hogy ezek az olvasatok, ezek a tanácsok mind annyira kézenfekvően hangzanak azoknak a szülőknek, családoknak, akik amúgy is rendelkeznek egy egymás iránt nyitott, nagyon kommunikatív működési, nem tudom, móddal. Viszont mit tudnám tanácsolni olyanoknak, akik nem feltétlenül minden nap egy ilyen lélekvizsgálaton mennek át a gyerekekkel, vagy akár a párjukkal, és most azért igencsak meg kell erőltetnünk magukat, hogy nyitottak legyenek a téren. Lehet, hogy furcsa lesz egy pszichoterapeuta szájából azt hallani, hogy nem kell mindig lelkizni. Borzasztó uncsi lenne. Én is, hogyha vezetek hazafelé, vagy ha boltban válogatok az alternatív tejkészítmények között, ritkán szoktam saját önreflexiómban elmerülni. Szóval, hogy szerencsére a életünk praktikus témái ugyanannyira fontosak, mint azok, hogy átgondolt és értékalapú döntéseket hozzunk. Szóval, hogy a gyermekeink sokkal inkább azt figyelik, hogy mi mit teszünk, semmint azt, hogy mi miket mesélünk nekik. A jó tanácsok, a nagy példabeszédek olyanok számukra, mint a jégcsákány, az egyik fülükön be, a másikon ki, nem nagyon maradnak meg belőle. Sokkal fontosabb, hogy megmutassuk nekik, amit szeretnénk, hogy aztán képviseljenek. Ha elmondom a gyerekeimnek, hogy édes fiam, a nőkkel mindig tisztelettel kell beszélni, jó, köszönjük, majd értesítjük, de árgus szemekkel figyeli, hogy hogyan beszélek nőkkel, az édesanyával, a nővérével, a szomszédasszonnyal, a tanítónénivel, az orvosnénivel, a kolléganőkkel, a szomszédasszonyjal, a szembenlakó nénivel, és ezt fogja megtapasztalni. És ezek néha nagyon apró, praktikus dolgok. A elmúlt időszak egyik fenntarthatatlan jelensége volt, hogy a gyermekeket igyekeztünk mindentől megkímélni. Ne kapjon feladatot, mert szegény traumatizálódik. Nem kell őt bevonni otthoni dolgokba, mert boldogtalan lesz. Hát azt hiszem, hogy minden gyereknek jót tesz, és talán az otthonlét a karantén erre is megtanított, hogy tök jó neki is, ha bevonjuk a feladatokba. Gyerek, hitelegetünk, jaj, nem akarok, de együtt csináljuk. Szóval, hogy minél korábban ezt elkezdjük, annál könnyebb ezt a maga természetességében folytatni. És a gyermek azáltal, hogyha velünk együtt végezhet tevékenységeket, azáltal egy csomó mintát kap. Például megfigyeli, hogy miközben együtt lemossuk a kocsit, milyen kifejezések szaladnak ki a szánkon, vagy milyen akár panaszkodunk neki, vagy éppen tervezgetünk valamit, és ezt fogja elraktározni magában, hogy a szüleink tervezgetnek, megküzdenek, vagy csak panaszkodnak, vagy nyekereknek, stb. És ezt fogja aztán képviselni életprogramként. Merjünk élni ezzel a példával, ez nem kell mindenáron mély lélektani koncepciókat magunkban felfedezni, egyszerűen ha tudjuk, hogy amit mutatunk a gyermeknek, azt el fogja lesni. A pályám elején gyermekrendelőben dolgoztam, egyszer behoztak hozzám egy 4 éves kisfiút, hogy valószínűleg beteg, mert hogy így csapkod a kezével. Megkérdeztem, mi az édesapa foglalkozása, hentes volt. A kiskölyöknek semmi baja nem volt, pontosan ott tartott,
ahol tartania kell egy 4 éves körülnek azonosult az apjával, és utánozta a gyerekeink egész életet. Szóval így viszik tovább azt, hogy utánozzanak bennünket. Persze kiskamaszkorban, és a FIT program egy nagyon érzékeny időszakban kapcsolódik be a gyerekek és a szüleik életébe, egy pont életfeladat, hogy ennél kritikusabban szemléljük a szüleik példáját. Általában megfogadjuk, hogy mi mindent máshogy fogunk csinálni, de ha megint merjük használni a saját életünk tapasztalatait, hogy mi mennyi mindenre megfogadtuk, teljesen máshogy fogjuk csinálni, mint a szüleink, és aztán mennyi mindent ugyanúgy csinálunk. Ez egyben remény, hogy a gyerekünk persze most ellenkezik, aztán meg 14 év múlva fölismeri saját magán, hogy upszi, mindent ugyanúgy csinálok, mint a szüleim. Csak adott esetben a szülők számára is kihívás lehet azt a ominózus következő 14 évet optimistán ugye folytatni, amíg a példák megvalósulni látszanak. Egy picit körülnéznénk a kérdésekben, hogy tudjunk válaszolni. Tudod, hol lehet jelentkezni a programjába? Miben lesz több egy gyerek, aki részt vesz a FIT-ben? A fit.mcc.hu oldalon lehet jelentkezni a programunkba augusztus 30-áig, és minden ősszel 5. osztályba lépő általános iskolás kisdiák jelentkezését várjuk majd. A fit.mcc.hu oldalon tehát. Miben lesz több egy gyerek, aki részt vesz a FIT-ben? Igen. Nálunk a gyakorlatorientált képzési módszertanunk révén az a célunk, hogy a gyerekek érdeklődőbbek, nyitottabbak legyenek, és nem csak széleskörű ismeretekkel rendelkezzenek, hanem ezáltal a kommunikatív, nyitott attitűdjük révén meghatározó személyiségei válhatnak a közösségeknek, amelyekben majd felnőtt korukban is különböző szerepeket betölthetnek. Tehát olyan gondolkodó, cselekvő gondolkodó gyerekeket, fiatalokat szeretnénk adni majd a társadalmunknak, akik közösségeik meghatározó alakjai lehetnek és segíthetik az adott közösségeket. Úgyhogy ez fontos célunk a FIT programban. Hol található meg az a bizonyos 80 kérdés? Hát igen, erre most nem fogunk tudni azonnal válaszolni, de... Érdemes rákeresni. Ilyen címmel jelent meg, hogy mit lehet ahelyett, vagy mit lehet amellett, hogy mi volt ma az iskolában, szülői érdeklődés. Hogyha ezekre a kulcsszavakra rákeresnek a kedves nézők, ki fogja dobni, ez egy népszerű magyar lélektani oldalon jelent meg ez a kérdésgyűjtemény. Itt van egy másik nagyon érdekes kérdés. Hogy szülőként van-e dolgunk azzal, hogyha így a megváltozott helyzetben nem a szülői szerepünk változott meg, hanem a pedagógusok oldalán történtek változások, és erre mit tudunk mondani? Segíthetünk a gyermekeknek érteni, hogy most, hogy mindenki kivillant az egyensúlyával, mindenki a rosszabb oldalát tudja mutatni. Én magam is, de mindannyian. Azáltal, hogy mindannyian kontrovesztést élünk meg, mindannyian úgy kell dolgozunk, hogy korábban nem dolgoztunk. Nekem is meg kellett tanulni online terápiákat tartani, és online csoportfoglalkozást vezetni gyakorlatban. Hát egy agyerém volt, nagyon-nagyon nehéz volt ez az alkalmazkodás. Segíthetünk a gyereknek szülőként érteni azt, hogy igen, most minden más. És nem azt jelenti, hogy ez a pedagógus, vagy a szülő, vagy a kollega igazi arca. Mert most mindenki csak az látszik, hogy így viselkedik krízis helyzetben, mindannyian kibillentünk az egyensúlyunkból, mindannyiunknak nehezebb a motivációnkat fönntartani, mindannyiunk küzd technikai nehézségekkel, mi is itt milyen nehezen indultunk el, pedig hát 4-en dolgoztak azon, hogy itt a professzionális technika a rendelkezésünkre álljon, de hát mindig van, ami keresztül húzza a felkészülést és a számításokat. És ahogy a kedves pedagógus kollega órája is fontosabb, hogy megvalósuljon, mint hogy tökéletes legyen,
Hát mi is ott a képnek az alsó harmadába csúsztunk, meg a fények is olyanok, hogy ilyen szép sárga az arcbőröm, mintha kínai lennék, de nem ez határozza meg, hogy van-e érvényes mondani valónk, hanem az, hogy szívből beszélünk-e, ezt fogják nézni a kedves nézők, nem pedig azt, hogy most itt ez technikailag nem olyan, a pedagógus kollégáknál is azt fog számítani, hogy átadják-e azt a mintát, amit feladatuk átadni, és ha nem, akkor szülőként segítettük a gyermeknek megérteni ezt, és valahogy elfogadni, hogy nem marad ki semmiből az igazán fontos dolgok, elnézést a pedagógus kollégáktól, nem a tanórákon történnek, hanem az életben magában. Ennek csak egy része az iskolai ismeretátadás. Hát igen, erről egy következő eseményt lehetne szervezni, hogy a pedagógusoknak sincs most egyszerű helyzetük ebben a szituációban, az biztos. Nézzük a következő kérdést. Mi van a divat a hazudozás a fiatal korosztályban? Online egymást közös lógásra bíztatják az oktatás alatt. Ha a szülő nincs otthon, akkor ezt egyre nehezebb kezelni. Mit tehetünk ilyenkor? Hát... hát itt pont megvalósul az a... amit az előbb mondtunk, hogy itt a gyerekek életében ugye abszolút most előre tolódik a saját időmenedzsment és a feladatok kezelésének a felelőssége. Úgyhogy én talán azt mondanám, hogy ugye a 10-14 éves korosztályban még azért úgy félig meddig fogni kell a gyermekek kezét, hogy ezt önállóan vigyék, viszont ugye azért a középiskolától már igencsak fontos lenne, hogy ezt maguktól szépen abszolválják, úgyhogy legyen ezzel kezelni, ha nincs otthon a szülő, hát igen, ez egy nagyon érdekes jelenség. Annyit tennék hozzá, hogy pubertáskorban a füllentés, meg a lógás azért az olyan nagyon nem elkeserítő, sőt, hát gyárilag úgy vannak beállítva a gyerekek, hogy milyen kamaszok lesznek, szeretnek füllenteni és szeretnek kikerülni a szabályok alól. Az, hogy az online oktatás erre sokkal nagyobb lehetőséget kínál, mert jaj, nem tudom bekapcsolni a kamerámat, vagy nincs hang, vagy elment az internet, bocsánat, nem tudok jelen lenni, és az, hogy a fiatalok ezt egymásban gerjesztik, ezt a szociálpszichológiában társas lazsálásnak hívják, amikor a csoport szervezeti kultúrája úgy alakul, hogy egymás nem a teljesítésre, a helytállásra, a bátorságosra akarják, hanem inkább arra, hogy hogyan ússzuk meg előfeszítések nélkül mindent. Ráadásul most egy olyan kultúrában élünk, ahol az előfeszítés mentesség az nagy, hogy nem értékké vált, semmit nem szeretnék előfeszítéseket tenni a dolgokért, hogy várakozni, ez ki is került a szótárunkból, ez a szó, meg Luzernek tekintjük, aki várakozik. Azt hiszem, hogy érdemes a gyermeket olyan közösségekbe beintegrálni, ahol nem a társas lazsálás, hanem ennek ellentéte a társas serkentés tud megvalósulni. Ez lehet a cserkészet, valamely értékközpontú döntéseket hozó közösség, és lehet akár a FIT program is, hiszen itt nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy ilyen értékeket adjunk át a fiataloknak, és bízunk benne, hogyha lát erre vonatkozóan mintát a gyermek, a fiatal, akkor az elraktározza magában, egy pár évig nem fogja használni, de mint a fiatal felnőtt lesz, rendelkezésére áll egy minta, hogy nem csak az erőfeszítés mentességnek, hanem az erőfeszítésnek is van értéke. Igen, ez körülbelül úgy tud megvalósulni a valóságban, amikor egy fiatal felnőttként az ember ilyen hirtelen öregnek érzi magát, mert ezek a korábbi minták így bevillannak, hogy hú, de jól mondta az én nyugonyám, vagy a nem tudom, történelem tanárom, és ez nagyon érdekes ráeszmélés tud lenni. Egy utolsó kérdést nézzünk meg, mielőtt összegeznék itt a legfontosabb tanulságokat. Azt mondja, hogy hadd kérdezzem meg, hogy a FIT program mennyire terheli túl a gyereket, érdemes-e belevárni, ha van másik külön órája is. Ez egy nagyon releváns kérdés, ki
hiszen a rövid bemutatón nem volt lehetőségem elmondani, hogy ugye a FIT program képzései két hetenkénti, szombatonkénti elfoglaltságot jelentenek a gyerekek számára, reggel 9 után 4 óra között. Úgyhogy ez azért mindenképpen tekinthető egy olyan hosszú távú elköteleződésnek, ami azért egy igencsak a tervezésben, a családi tervezésben egy fontos elemként jelenik meg. Én azt tudnám tanácsolni, kollégáim nevében is, hogy más különóra mellett is lehet ezt végezni, ezt tényleg egyéni belátás szerint javasoljuk eldönteni. Nyilván egy heti 3-4 edzéssel járó versenysport mellett viszonylag nehéz, de ezt mindenkinek saját döntésére bíznánk, és jó szívvel ajánljuk a jelentkezést az érdeklődő nyitott gyerekeknek, hiszen akinek még esetleg nincs meg az a kis szíves csücske érdeklődése, amivel ő órákig szeret foglalatoskodni, nagyon jó eséllyel a programunk során találkozhat ezzel a területtel, hiszen ahogy említettem, rengetegféle modulon képzési területtel ismertetjük meg gyerekeinket, diákjainkat, elnézést. Én azt gondolom, hogy összegezzünk egyet, hogy talán mi az a három legfontosabb tanulság, amit ki lehetne emelni itt a karantén helyzet kapcsán. Dániel, próbáljuk összeszedni. A három az egy nagyon jó szám, mert a mesékben is mindennek háromszor kell megtörténnie. És akkor rögtön, ha már a mesék szóba kerültek, a mesélősökről nagyon sok mindent tanulhatunk. Például megtanulhatjuk, hogy mindig érdemes elindulni és próbálkozni. Olyan nincs, hogy egy mesélős föltörzténzik, aztán otthon marad. Mi magunk is merjünk belevágni, mi vagyunk saját életmeséjünk főhősei, merjünk próbálkozni, akkor legalább tettünk erőfeszítést. A másik, hogy a személyes példánál jobbat nem ismerek. Ha át akarok adni egy értéket a gyermeknek, akkor vizsgáljam meg, hogy én vajon hitelesen képviselem-e azt az értéket. Én tényleg össze kell benne. Számomra tényleg fontos-e az az érték. A harmadik pedig, hogy a gyermeknevelés az egy nagyon-nagyon hosszú távú befektetés, olyasmi, mint a diófát ültetnénk. Nagyon gyakran nem abban az évben aratunk, hanem nagyon-nagyon sokára. A kiskamaszkor egy kitüntetett időszak ebből a szempontból. Ilyenkor a gyermekeknek az a feladatuk, hogy nagyon kritikusan vizsgálják meg, hogy mi mit mutattunk nekik. Pár évig azt mondják rá, hogy ezt nem kérem, így dafkedacból, és aztán majd körülbelül egy évtized múlva fognak ráismerni, és megajándékozni bennünket azzal az érzéssel, hogy átment, hogy az igazán fontos dolgok átmentek. És akkor, mivel három a magyarikasság, de egy a ráadás, ha legyen egy negyedik tanulság is, az értékközvetítő közösségeknek van egy óriási mentálitás és védőfunkciója, és megtartó ereje. Keressünk saját magunknak, és a gyermekeinknek is megtartó, értékközvetítő közösségeket. Egy ilyen lehet akár az MCC FIT program is. Köszönöm, és ez egy nagyon klassz válasz volt arra a kérdésre, amit éppen az imént pillantottam meg, hogy milyen módon, milyen javaslatunk lenne arra, hogy új értéken felállítására hogyan lehet lehetőség. És tényleg a közösségeknek a szemléletformáló ereje az mindenképpen egy egyedülálló lehetőség ebben. Én nagyon szépen köszönöm, Dániel, a beszélgetést, és köszönjük szépen minden kedves nézőnknek, érdeklődőnknek, hogy végigvárták itt a technikai bekapcsolódást. Én nem is mutatkoztam be az elején, Szabó Edina vagyok, az MCC FIT program koordinátora. További kérdések kapcsán a jelentkezés.fitkukac.mcc.hu címen egyébként tudnak írni nekünk, írásban készséggel válaszolunk érdeklődésükre. És további szép estét szeretnénk kívánni. Köszönjük szépen figyelmüket! Jó egészséget és kedvezően eredményes napokat kívánunk mindőjüknek! Viszontlátásra!